Jó. Na akkor építsünk egy rollercoastert igazából. Szerintem lenne egy olyat, abár az... Még nem építek. Várok, hogy megfundingoljam az új rollercoastert. Ami egy ilyen gyorsabb, nagyobb dolog. És majd azt építek, szerintem. Addig is csinálni kéne vizet. Csináljunk vizet. Tudunk vizet csinálni? Szerintem nem is tudok vizet csinálni. Merry-go-round has broke down. A 700, hát hol van a handy, mert nem? Már szereli is. Már megvisz... Nem. Most megy megszerelni, remélem. Hova kell rakni ide? De nem megy be. Miért nem megy be? Na mindegy, szépen megszereli, remélem. Ja, itt a víz, hülye vagyok. Aha, viszont... New ride! Let's see! Basszus. Mindegy, ez is jó, ezt is szeretik. Jó, de szerintem akkor ebből építek egy sajátot. Induljon! Az a helyzet, hogy itt nagyon sok ember van, de erre nem jön el senki. De lehet azért, mert... nincs itt még egyelőre semmi, de... Remélem fognak azért jönni az emberek. Jó. Akkor... indulok... így. Hát érdekes lesz, de minden esetre jó van. Oké. Okay. Speciál. S. Aha. Jó. Akkor csinálunk szépen egy emelkedőt. Igen. Emelkedő. Igen. Jaj, delete. Jó. Emelkedő. Nem tudok magasabbra menni. Akkor... egyenesen. Elfordulunk, és emelkedő. És ez a max, ugye? Can't construct this too high for supports. Így van. Oké, okay, akkor csinálunk ide egy S-et. Ó, menjen be ide. Valahogyan. Így. Jobbra. Most az ott hol megy? Jaj, tök magasan van, és azért nincsen semmi probléma ezzel. De már nem tudom le. Aha. Uh-huh. Az jó lesz szerintem. Vagy hát, nem tudom. Kicsit itt lejjebb megyünk. De így még el tudunk menni minden felett, így van. Jó, és itt el kéne kezdeni. Hát, jó. Lemegyünk a föld alá. How about that? Lemegyünk a föld alá, uraim. Szerintem. Az a baj, hogy... hogy de kéne valami... Nem a térkép, kéne egy olyan nézet... Underground view, aha. Hát ez itt nem egyenesen ment le az a helyzet. Hát ez rohadtul nem... Na így most áll, jó, oké. Okay. Vagy nem jó? Az a baj, én nem látom. Na most így jó. Oké, okay, menjünk szépen le. És már föld alatt vagyunk, ugye? Jó, egész menő. Csak... van egy kis baj. Fel tudunk ott jönni? Így jó. És akkor itt kéne nekem feljönni. Raise the land first. Jó. Azt mondja, hogy... ide másik nézet kell. Ez így jó. Oké. Okay. De egy már egyen magasabbra mentünk, mint kellett volna.
Így. Na, gyerekek. Tiszta jó lett, ez viszont elég drága volt, szóval ez lesz egy $3, nem $2.5. De azért tök jól néz ki, nem? Igazából nem annyira. Minden esetre jó lesz nekünk. Ez már nem kell, nekem kellene egy... belépő, egy kilépő. Jó. És akkor szépen. Hogy vezetjük el? Mert itt már nem fér el. És egyen mellette már elfér. Jó. Legyen így. Na és már jönnek is erre az emberek. És már füzetnek is be. Nagyon jó. Igazából szerintem teljesen korrekt lesz. Már 303 vendégünk van, május van. És igazából szerintem teljesítettük a feladatot, hogy nagyjából, mert ugye októberig kell elérnünk ezt a dolgot. Kommentik jobb. Fee is very cheap. Még mindig azt mondják, hogy nagyon olcsó a belépési cuccos. Pedig én, amikor régen ezzel játszottam, akkor sosem állítottam be. Még mindig azt mondják, hogy nagyon olcsó. Hát... nem baj. Október, oké, okay, és legalább 600-as... Na szóltam megnézni, hogy mennyire értékelik. Park rating, vagy valami hasonló. 820. Nagyon jó, slide one has broke down. Ezért kell nekünk a kis handy menünk. Gyere, javítsd meg kérlek. Jó. Na. Mennek elég sokan erre a kis cuccosra. Igazából ez ilyen tök lassú kis menetelős dolog. De tök jó, hogy szerintem, hogy lemegy a föld alá. Viszont itt meg kéne javítanom, mert itt... elég csúnya lett egy picit. Így már sokkal jobb. Oké, ott lemegy. Megy egy kört a hullámvasutasok mellett, fölött. Nagyon jó. Nagyon jó. Fergeteges mondhatni. Ide is teszünk, szerintem tegyünk ide egy kis kerítést. New ride. Mit kaptunk? Na végre megkaptuk ezt az információs cuccost. Ami nagyon jó. Ide rakom szépen. És akkor itt ugye tudnak venni mindent. Sok mindent tudnak venni. Nem tudom most mit. Például umbrellát. Mi az? Esernyőt tudnak venni. Na, ide teszek szerintem egy szép kis kerítést. Because why not? De az egy hülyén fog kinézni. Hogy csak hirtelen itt kerítés. Ott lemennek és ott megjönnek mindjárt fel. Nagyon menő. Azt várom már amúgy, hogy megkapjam azt a... mi nevét? Hullámvasutat, de egyelőre még nem jött össze. Ugye itt lesz majd egy új hullámvasut, de az tényleg ott a vége felé szokott jönni, vagy nem a vége felé, hanem a... soká. Akkor csináljunk még egy ilyet. Csináljunk még egy ilyet, most jóló. Aztán megépítem, aztán már jön is egyből a... az új. Így jó lesz. Hát mondjuk ennyi. Jó. Már ebből is lehet ilyeneket amúgy, szóval tök jó. Fékek. Na. Emelkedjünk. Ez ilyen lánc, ugye? És így is tudunk emelkedni. Akkor megyünk egy kört emelkedve. Sőt, megyünk ennyit emelkedve. Nagyon jó. Egyelőre ilyen magas jó lesz. Jó. És egyből zuhanunk le. Egyből lezuhanunk. De kiegyenisítjük gyorsan. Picit feljebb megyünk. Majd vissza. Jó. Egyenes. És zuhanás. Oda fel fog tudni menni? Szerintem fel.
Aha, az nem jó. Ez így nagyon nem lesz jó. Akkor itt egyenesen kell mennünk. De viszont már nem fog tudni felmenni magától. Abban szinte biztos vagyok, de ezeket a fákat innen eltüntetjük. Jó. Akkor itt megint felhúzzuk egy picit. Tökéletes. És bedőlve másik irányba. Ja, nem tudunk úgy. Na mindegy. Aha. Be tudunk még itt kanyarodni? Be tudunk itt még kanyarodni. Nagyon jó. Jó, és itt egy ilyen kis dőlést csinálunk. Aha, ez is sok. Nem dőlés, és ilyen. Jó. És ott meg már nem fog elfék. Nem jó. Akkor ez is sem, akkor itt egyenesen tudok csak menni. Te picit fel. Aztán picit le. Ezt már nem fog tudni elkönyni, de el tudok, jó. És pont visszaérek. Boom! Na, szerintem tök korrekt lett. Kell egy bejárat, egy kiárat. Jó, és ellenőrizzük le, hogy egyáltalán körbe tud-e menni. Mert hogyha mondjuk itt nem tud visszamenni, az elég nagy probléma lenne, viszont ez szerintem már a másik része ennek a videónak, mert most eléggé belejöttem a játékba, az a helyzet. Most megnézzük, hogy működik-e a dolog. Mert ha nem működne, az elég szomorú lenne, de szerintem vissza tudok menni. Aha. Oké. És akkor ott vége egy ilyen zuhanás. Tökéletes. Viszont a kocsik száma az E8 mondjuk. Nyitva, vagy zárva. És 8. Oké, az ára az lesz 2,5 dollár. Mert elég drága volt, elég nagyon drága volt, lejjen 3 dollár, oké. Okay. És meg is nyitjuk. Remélem erre sokan fognak jönni. Nem látok. Megoldom. Na mindegy, jó lesz az így is. Oké. Okay. Jó, no path leading from exit. Nyugi, itt van. Még mindig azt mondják, hogy nagyon olcsó a belépési ár. Hát akkor lesz 25 dollár. Köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesek az én kis vendégeim, akik megmondják nekem, hogy legyen drágább a belépés. Jó, ide remélem jönni fognak emberek, az nagyon jó lenne. Igen, ott már megy 2-3. De ez nem tűnik olyan veszélyesek szerintem, hogy ne merjék kipróbálni, viszont itt tele van a sor ennél. Ez nagyon bejött nekik, oké? Okay? Nagyon bejön nekik. Ez a hullámvasút is. Az is tetszik nekik. Jó, egész jók vagyunk. Július van. És szerintem én itt most abból hagyom ezt a videót, és innen fogjuk folytatni a következő részben, ha szeretnétek. Mindenképp írjátok meg hozzászólásba, hogy szeretnétek-e még erről a Rollercoaster Tycoonról a videót, mert én nagyon élvezek ezzel játszani. Nem tudom, hogy ti élvezitek-e nézni, viszont ide nagyon kellene nekem egy takarító. Nem tudom, minek van 3 takarítom, vagy 2 takarítom, ha egyik se tudja. Most lenyeni, mit csinálsz? Mit csinálsz, öreg? Oda! Úgy, takaríts! Az a beszéd. Na! Szóval én nagyon élvezek ezzel játszani, de nem tudom, hogy ti szeretnétek nézni. Írjátok meg hozzászólásból, lájkoljátok a videót, ha szeretnétek, és akkor innen folytatjuk. Én Lucky voltam. Sziasztok!